Kedves gyülekezet, mai ige tanulmányunk alapigéjeként, példabeszédek könyvéből szeretném, hogyha felolvasnánk egymás után két ige helyet. Mindegyikhez szeretnék egy rövid magyarázatot vagy elemzést fűzni, és majd utána lépnénk tovább, tehát nem egy ige hely lesz az alapigénk a mai napon, hanem kettő. Lapozzuk föl tehát először példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset, ami a következőképpen hangzik. Lapozzuk föl tehát együttesen példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset. Ezt olvasom. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város. Olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Ez az igehely az egyik alapígénk. Ez abban az időben, amikor lejegyezték, ugye Salamon idejében, ez egy nagyon közismert hasonlat volt, nekünk talán kicsit már nehezebb, de abban az időszakban minden egyes városnak a védelmét, a biztonságát az jelentette, hogy körülvették óriási kőfalakkal. Tehát amit a Károlyi fordítás így fordít, hogy kerítés, itt egy nagy kőfalat gondoljatok. Tehát így mondhatnánk kicsit könnyebben érthetően ezt a kijelentést, mint a megromlott vagy megrongálódott kőfal nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Tehát ahhoz, hogy egy város biztonságban legyen az ellenségtől, hogy ne törjön be oda senki, aki nem oda való, és ne okozzon pusztítást, kárt vagy rombolást, hogy onnan ne lopjon el dolgokat, hogy ott ne vegye el emberek életét, ezért vették körbe kerítéssel, a kőfalakkal a városokat. Ezek a kőfalak néha olyan szélesek voltak, hogy több szekér is elfért bennük rajta egymás mellett. És azt mondja, ezt a hasonlatot használja, hogy mint amikor megrongálódik a kőfal, vagy egyáltalán nincsen kőfal, olyan annak az embernek az élete, akinek nincsen birodalma, mai modern szóval nincsen uralma a saját lelkén. Mert ugye a birodalom az az uralkodásnak a jelképe. Tehát nagyon érdekes ez a hasonlat, mert azt mondja, hogy minden embernek kell, hogy legyen valami olyan a birtokában, ami számára a biztonságot, a védelmet és az oltalmat jelenti, hogy ne törjön be az ellenség olyan módon, hogy ott pusztítson, ártson, romboljon, vagy hogy ne kerüljön az életébe az, hogy megrongálódik a kerítés, betör az ellenség, vagy egyáltalán nincsen kerítés, vagy már addig rongálódik a kerítés, hogy összeomlik, és szabadon betörhet az ellenség, és akár az embernek az életét is elveszi. Hát nem tudom, mit gondolunk arról, hogy egy emberi életben ez a kifejezés, hogy birodalom a maga lelkén, ez mit jelent? Milyen az az ember, akinek birodalma van a maga lelkén, és milyen az az ember, akinek nincs birodalma a maga lelkén? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog megértenünk azt, hogy hogy is működik a mi életünk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van egy olyan életfelfogása, ahogyan az élet dolgait éljük és elképzeljük. És miközben éljük az életünket, vannak bennünk természet szerinti ösztönös kívánságok. És azon felül van az értelmünk, ami tudja azt, hogy merre haladjon az életünk. És azt, hogy merre haladjon az életünk, azt mi valamiféleképpen valamilyen szabályok vannak a mi fejünkben, a mi gondolatunkban, a lelkiismeretünkben, aminek alapján éljük az életünket. És én úgy gondolom, hogy ezek a szabályok, amelyeket mi magunknak hozunk, és mi magunk megértünk, az ezeknek való engedelmesség. Vagyis az, hogy nem az ösztönös kívánságomnak, az emberi természetemnek, esetleg a lustaságomnak, a restségemnek, vagy a könnyelműségemnek engedek, ez az, amit így nevezünk egy talán bibliai kifejezésre, hogy önuralom. Amikor uralkodok magamon, nem az érzelmeim vezetnek engem, vagy nem az emberi kívánságaim meg az ösztöneim, hanem az értelmem. És én úgy gondolom, hogy a Jóisten segít bennünket abban, hogy mihez viszonyítsuk az életünket. Én azt hiszem, hogy az Isten törvénye
amelyeket mi megismerhetünk a Szentírásból, azok jelentenek számunkra ilyen kőfalat. Azok a törvények és szabályok, amelyeket Isten azért hozott a mi számunkra, hogy bennünket védjenek. És én azt értettem meg, hogyha az ezeknek a törvényekhez való engedelmességben valahol mi elgyengülünk, vagy én elgyengülök személy szerint, akkor megrongálom ezt a kerítést. Ha például elkezdek gondolkozni azon, hogy biztos, hogy nem jó az nekem, amiről az Isten azt mondja, hogy ez nem jó. Nem kéne azt megpróbálni? Szerintem ilyenkor kezd rongálódni ez a kőfal. És ilyenkor van egy olyan terület, ahol esetleg az ellenség besétál, és aztán pusztítást végez ott belül. És én azt értettem meg törvényszerűségként, hogy minél többször engedek, ahhoz képest, amiről tudom, hogy engedelmeskedhetnék, de én mégsem teszem, annál jobban rombolódik ez a kerítés, míg végül összeomlik, és kibejár az ellenség, és én azt értettem meg megdöbbent módon, hogy gyakorlatilag arról szól ez az igevers, hogy itt kibejár az ellenség, és nincsen védelem. Mintha azt mondaná ezzel, hogy akinek nincs birodalma maga lelkén, az szabad prédája az ellenségnek, sátánnak, aki azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És ez számomra egy nagyon megdöbbentő kijelentés volt, hogy mennyire fontos tehát a Szentírás szerint az, hogy Isten ahhoz segítsen bennünket, hogy birodalmunk legyen a saját lelkünkön. Most a másik igehelyet is szeretném felolvasni, ami ennek pontosan az ellentétét mondja, ugyancsak példabeszédek könyvéből. A 16. fejezetnek a 32. versét is olvassuk el ezek után. Tehát példabeszédek könyve 16. fejezet, 32. verse a következőképpen hangzik. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost veszt meg. Ugye mit is jelent ez a hosszú tűrő kifejezés az eredeti kifejezés szerint, mert ugye hát ez a hosszú tűrés, ez talán számunkra azt jelenti, hogy tűri, aztán egyszer csak már nem tudja tűrni. Tehát ez a kifejezés a Szentírásban egy nagyon világos kifejezése annak, hogy aki tud uralkodni a maga lelkén, aki tud engedelmeskedni, aki ragaszkodik ahhoz, amit ő megértett, alapelvként, törvényekként, azt mondja, jobb annak az embernek, aki uralkodni tud ezekkel az értelmes alapelvekkel, amit ő maga megértett az értelmében, ezzel szemben a maga indulatán, vagyis akaratán, kívánságán, tehát ami őt vonza, akár a lestségén, akár a lustaságán, annál, mint aki város veszt meg, vagyis város vesz be, tehát jobb annál, mint a hős. Ugye azért nagyon elgondolkoztató ez, mert végül is ez a kifejezés, hogy késlelteti, visszatartja a haragját az ember. Ezt jelenti a hosszú tűrés. Ez azt mondja, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít meg. A Biblia itt egy igazi nagyságról beszél. Egy igazi uralomról, és egy igazi győzelemről. Mert azt mondja, hogy az az ember, aki a saját rossz gondolatain, indítékain, kívánságain, lustaságán, restségén tud uralkodni, az sokkal hatalmasabb az Isten szemében, mint azok a hősök, akik városokat vettek be, akik világbirodalmakat alakítottak, akik rengeteg embert leigáztak, és rengeteg ember felett uralkodtak. Azt mondja a Szentírás, ez az igazi erő. És azért mondja, hogy ez jobb, ez többet ér, mert azt mondja, ez nagyobb érték még annál is, mintha valaki egy egész világon uralkodik. Nagyon érdekes, hogy az időszámításunk előtt 6. és 5. században élt nagyon közismert tanító Buddhának egy mondását szeretnék ezzel kapcsolatban idézni. Ugye ez a mondás is talán arra utal, hogy a Bibliában található igaz gondolatok megtalálhatók nagyon sok gondolkozó embernél is, akik végig gondolják a dolgokat, és a Szent Lelken keresztül az Isten tudja őket tanítani. Ő ezt mondta. Aki önmagát győzi le, nagyobb diadalt arat, mintha ezerszer ezer ember győzne le csatában, jobb magunkat legyőzni, mint az egész emberiséget. Azt hiszem, ez egy nagyon nagy mondat.
Mert ugye elgondolkoztam azon, hogy mennyire bennem is ott van ez a hajlam, hogy győzzek le másokat, győzzek le embereket, legyen az én igazságom meg. Azt mondja ez a példabeszédek könyve, igen, hogy jobb annak az embernek, aki tud uralkodni a haragján, a kívánságain, annál, mint aki egy egész világbirodalom felett uralkodik. És én úgy gondolom, hogy ez valami csodálatos dolog, hogy mihez akarja Isten segíteni az embert. Hadd olvassak nektek egy ünnepelt császárnak egy mondatát, aki a halálos ágyán a következőket mondta. Összes hódításaim között csak egy van, ami most vigaszt nyújt nekem, hogy legyőztem saját féktelen természetemet. Itt van egy császár a halálos ágyán. Mit viszel magával? Itt hagyja a birodalmát, itt hagyja a kincseit, itt hagyja az uralmát. Mindent itt hagy. De valamit elvisz. Azt mondta, hogy az összes hódításaim közül csak egy van, ami most vigasztaló. Azok a konkrét esetek, amikor legyőztem a saját féktelen földi természetemet. És hogy mennyire igaz ez az igei kijelentés a gyakorlatban, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki birodalmakon uralkodik. Nagy Sándor élettörténetét talán ti is ismeritek mindannyian, fiatalok és gyerekek, nyilván már tanultatok róla. Tudjátok, hogy nagyon rövid, gyors idő alatt egy világbirodalomnak az ura lett Nagy Sándor. Olvastam róla, hogy amikor a Himalájához elért, akkor megállt, sírva fakadt, és azt mondta, hogy nincs több világ, amit meghódíthatnék. Még mindig hódítani akart. És tudjátok, hogy ennek az igének a hátterén én valamit felfedeztem. Pedig volt még egy világ, amit meghódíthatott volna, a saját lelke. Emlékeztek, milyen fiatalon meghalt Nagy Sándor? Mibe halt meg? Maláriába. És miért? Mert olyan mértéktelen volt, hogy a gyakori lerészegedések, az az életforma, amit élt, azok annyira legyengítették a szervezetét, hogy elvitte egy malária. És akit Istennek gondoltak az emberek, és ott állt egy világbirodalom határán, hogy nincs több világ, amit meghódíthassak, azt nem értette meg, hogy de van egy világ, amit még meghódíthatna. Ez a saját emberi természete, a féktelen emberi természete, amit meghódíthatott volna. És azért különleges nekem Nagy Sándor személye, mert tudjátok, hogy róla bibliai jövendőlés van. Konkrétan beszél a Szentírás egy görög emberről. És a zsidó leírások szerint ezt a proféciát meg is mutatták a zsidók Nagy Sándornak, hogy ő az az ember, akiről a Biblia ír. És milyen döbbenetes, hogy Nagy Sándort ünnepelte az egész világ, úgy tekintettek rá, mint egy Istenre, és megállt, hogy nincs több világ, amit meghódíthatna, de a saját lelkét. Azon nem tudott uralkodni. Jól volt ez neki az örök léte szempontjából? Milyen csodálatos ez a bibliai ige. Jobb, többet ér. A végső napokon, az élet utolsó napjain, amikor elszámolással meg kell állnunk, többet érnek azok a győzelmek, amiket a féktelen emberi természetünkön nyerünk, mintha bármit az életben, nagy dolgokat, akár világbirodalmakat is megnyernénk. Én úgy gondolom, hogy érdemes tehát akkor közelebbről elgondolkoznunk ezen a kijelentésen, mind a két kijelentésen, hogy mi is jellemző önvalomnak a hiányára, és hogyan szerezhető meg ez a birodalom a saját lelkünkön. Hogy mennyire érint bennünket ez a kérdés, én talán azért szeretnék egy kicsit azzal foglalkozni, ezzel a kifejezéssel talán még utoljára, amikor azt mondja, hogy jobb a hosszú törő az erősnél. Hogy kiről gondolkodnak az emberek úgy, hogy erős jelleme van. Nem tudom, hogy kiről mondják ezt, hogy erős jellemű ember. Nem arról, aki kemény, határozott, kiosztó, maga akaratát végigviszi tűzön vizen keresztül. Erre mondják, hogy erős jellem. Tegyük fel a kérdést, hogy helyes ez a közgondolkodás? A Biblia erős jellemnek mondja azt, aki nem tud uralkodni a maga lelkén, hanem mindenkin keresztül gázolva és csak az ő akarata van meg, és a saját kívánságainak enged. Azt mondja, hogy nem az az erős ember. Az az igazán erős jellem, aki a saját maga indulatait és kívánságait meg tudja fékezni. És én úgy gondolom, hogy
hogy megértsük ezt, hogy ez mennyire közelről érint bennünket, én szeretnék ezzel kapcsolatban egy igét idézni, és ehhez lapozzunk el az Új Szövetségbe, az Efézusi Levél második fejezetéhez. Lapozzuk föl tehát az Efézusi Levelet, és ebből a könyvből szeretnék olvasni egy igeverset, annak csak egy részletét. Efézusi Levél második fejezetéből, a harmadik versnek a végét szeretném elolvasni, ezt Pál apostolnak egy vallomása, ahogyan az Efézus belieknek írt. Azt mondja, hogy mi egykor cselekedvén a testnek és gondolatnak akaratát, természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy mi mindannyian, mint az összes többi ember, az emberi természetünk szerint mindannyian a harag fiai vagyunk. Hogy tudnánk közérthetőbbé tenni azt, hogy a harag fiai vagyunk? Hogy uralkodni akarnak rajtunk a kívánságaink, az indulataink, és mi így születünk erre a földre. Tapasztaljuk ezt, amikor a gyerekeink születnek, hogy ez így van. Hogy a pólyában akarja a gyerek a saját akaratát érvényesíteni. És hogy haragszik, ha az nincs meg? Hogy tud hisztizni és sírni? Igaz az, hogy természet szerint mindannyian a harag fiai vagyunk, mint hogy egyebek is? Ez a mi emberi természetünk. És aki így marad, akit sem a nevelés nem segít abban, hogy birodalma legyen a saját lelkén, sem pedig ő maga felnőttként nem tesz ezért, arra nézve azt mondja a Szentírás, hogy az olyan, mint a kőkerítés, kőfal nélküli város. Az ellenség beveszi, és kénye kedve szerint ide-oda csapódik az életben, és soha nem tapasztalja meg az igazi boldogságot. De milyen csodálatos, hogy a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy az Isten segítségünkre siet ebben a küzdelemben, mert hogyha mi természet szerint harag fiai vagyunk mindannyian, a kívánságainknak akarunk engedni, akkor vajon kapunk-e mi segítséget ahhoz, hogy ez ne így legyen. Az Efézusi Levél negyedik fejezetéhez lapozzunk tovább, csak egy pár lapot kell tovább lapoznunk, és ebből a fejezetből szeretnék egy néhány igeverset felolvasni, amiben Pál apostol arról az evangéliumról beszél, hogy egy isteni segítség által az egykor harag fiai lehetnek más emberré. Így olvasom a 22. verstől terjedő szakaszt. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a családság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek am az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Nem szeretnék minden kifejezése behatóan foglalkozni ebből a hosszú igeszakaszból, csak az összefüggés miatt olvastam föl az egészet. Amit szeretnék kiemelni, Pál apostol azt mondja, hogy Isten azt szeretné az ember életében elvégezni, hogy levetkőzze ezt a régi természetét, ezt a harag fiai természetet, hogy engedjen, hogy az érzelem uralkodjon, és ne az értelem, és fel akarja öltöztetni egy olyan másik természetbe, amiről azt mondja, ami Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ez az Isten munkája értünk. De miközben ő ezt végzi, mivel mi harag fiai vagyunk e munka végzése közben is, megtörténhet az, amiről így olvasunk a 26. versben, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Én nagyon sokat törtem a fejem készülés közben ezen az igehelyen, úgy járt a fejemben, mert olvastam a héten ezt az igehelyet, és nagyon mélyen elgondolkoztam rajta, hogy mit is jelent ez. Nekem nagyon nehezen érthető volt. Mert én azon gondolkoztam el, hogy lehetséges-e ezt úgy érteni, hogy nyugodtan haragudjatok, ám haragudjatok, csak ne vétkezzetek. És hát utána néztem, hogy a görögben mi van itt, hogy vajon az nem segít, hogy mi van az eredetiben. Ugye az ám kifejezés az nincs ott.
azzal kezdődik, ezzel a kifejezéssel, amit Károly így adott vissza, hogy haragudjatok. Ez a haragudjatok kifejezés így hangzik a görögben, felháborodik valamin, ami felbosszantotta őt. Tehát azt mondja, hogy az életben mindannyian kerülünk olyan élethelyzetben, amikor valami miatt bosszankodunk. Felingerel, vagy felbosszant bennünket valami. Pál apostol is tudja, hogy az ember ilyen. Emberi természete van, és ha nem úgy történik valami, vagy nem olyan gyorsan történik valami, vagy lehet, hogy csak éppen fáradtabb, felbosszankodik valamin. De azt mondja, hogy de miközben ez az állapot van, mert hogy ez mindenkivel előfordul, Isten olyan győzelemre szeretne bennünket elvezetni, hogy a haragunkban ne vétkezzünk. Mert ott van bennünk a gondolatban a harag, de hogy ne vétkezzünk. És nagyon érdekes volt, hogy ez a kijelentés, amit itt Pál apostol idéz, egy ószövetségi zsoltárból származik, a negyedik zsoltárból. Lapozzuk fel a negyedik zsoltárt, hogy honnan is idézi Pál apostol, kinek a tollából idézi, kinek a szavait idézi itt. Tehát Zsoltárok könyve negyedik fejezete, ha oda lapoztok, akkor meglátjátok, hogy ez Dávid zsoltára. Tehát Dávid szavait idézi vissza az apostol. Ezt mondja Dávid az ötödik versben, negyedik zsoltár ötödik verse. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Pál apostol ihletett módon ezt az ágyas házatokban, ezt úgy adja vissza, hogy amikor lefeküztök, mielőtt lefeküztök. Ne feküdjetek úgy le, hogy az ágyas házatokban nem beszéltek a szívetekkel, és lefekszetek azokkal az indulatokkal, amelyek ott voltak bennetek azon a napon. Én úgy gondolom, hogy ez, hogy haragudjatok, ez nem egy felszólítás, hogy bátran tegyétek ezt, hanem azt mondja egyébként a görög szó összetétel, tehát az egész szöveg, ami az efézusi levélben ér, erre enged következtetni, hogy amikor veletek előfordul, hogy felbosszant titeket, felingerel valami titeket, mert olyan dolog történik. Ez megtörténik az emberrel. De lehet birodalma a maga lelkén. Isten hozzá segíti ahhoz, kimunkálja benne azt, hogy birodalma legyen a saját lelkén, és uralkodjon a saját indulatai felett. Vajon Dávidnak az életében ezt hogyan látjuk? Hogyan látjuk azt a küzdelmet Dávid életében, hogy ő haragudott, avagy nem haragudott, volt birodalma a saját lelkén, vagy nem volt birodalma a saját lelkén? Hát én otthoni olvasmánynak szeretném nektek ajánlani ilyen szempontból Dávid élettörténetét, miután az ő zsoltárból van ez a neves idézet, hogy olvassatok el otthon három fejezetet, ami nagyon tanulságos ilyen szempontból. Sámuel első könyve 24. fejezetétől a 26. fejezetig terjedő szakasztól. Olvassátok el otthon. Én nem szeretnék ennek minden részletét most kiemelni, csupán pár szempontot szeretnék ebből megmutatni, hogy Dávid élet történetében ez a zsoltár, ez az ihletett zsoltár tulajdonképpen azért keletkezett, mert ő nagyon jól ismerte azt, hogy a sátánnak egyetlen célja van az emberrel, hogy olyan élethelyzeteket hozzon, olyan személyre szabott kísértéseket hozzon, ami arra vinné, hogy ne legyen birodalma a saját indulatain és kívánságain és haragján. Azt olvassuk ezekben a fejezetekben, hogy több esetben Dávidnak csodálatosan uralma volt a saját lelkén. Ismeritek a Sámuel első könyve leírása szerint, hogy Saul őt halálra üldözte. Egy alkalommal így fogalmazott, hogy úgy kereste, mint bolhát a hegyeken. Minden csücsköt átkutatott érte, a nyomában volt állandóan. Volt olyan, hogy ő az hegy egyik oldalán volt az embereivel, Saul a másik oldalán. És csodálatosan olvashatjuk a 24. fejezetben, hogy amikor még az emberei is azt mondták neki, hogy na most itt van a kezedben, most kitölthetnéd rajta a jogos haragodat, mert hogy jogosan, mert hogy mi az, hogy téged ő üldöz, akkor Dávidnak volt birodalma maga lelkén, és ezt nem tette meg.
Azt mondta, hogy hogyan nyúlhatnék én az Úr felkentjéhez. Tehát Isten hatalma által ő szabadulást nyert ebben a helyzetben. De hogy milyen az emberi természet, olvassuk a 25. fejezetben azt a történetet, amikor Nábál szemtelensége és udvariatlansága meg a bántó szavai nyomán nem volt birodalma Dávidnak a maga lelkén. Emlékeztek, hogy mit mondott? Hogy most menjünk Nábál háza ellen, és reggelre még egy kutya sem marad, mert mindenkit kivégzünk a házba, még a kutyákat is. Ekkor nem volt birodalma a maga lelkén Dávidnak. És hogy segített rajta Isten? Ismerjétek a történetet, el is olvashatjátok újra. A Jóisten odaküldött egy bölcs asszonyt Abigail személyében, aki segített Dávidnak, hogy amit akkor nem tudott megtenni, hogy bement volna az ágyos házába, és lecsillapodott volna, és utána gondolta volna végig, hogy mit kell tenni Nábállal, vagy mit nem kell tenni ebben az esetben, ahhoz hozzá segített egy bölcs asszony azzal, hogy rávezette, hogy majdnem vétkezett a haragjában, mert majdnem kiirtott egy egész családot, többek között őt is, aki egy ilyen bölcs asszony, és nem tehetett erről az egészről. Kivégezhetett volna egy csomó ártatlan szolgát is haragjában. Nekem az Isten kegyelme olyan csodálatosan benne van ebben a történetben. Az Isten emberen keresztül is tud segíteni. Tud küldeni olyan embert, aki tud segíteni lecsillapodni és beszélni a szívvel. És ezután még tovább olvashatunk Dávid küzdelméről, hiszen ő is csak egy harag fiának született, a 26. fejezetben olvashatjuk, hogy Saullal szemben csodálatosan birodalma volt a maga lelkén. Mert ugyancsak nem bántotta Sault. De viszont éles szavakat mondott Abnernek, olyan szavakat kiabált neki oda, hogy ezt az ellenség hogy munkálta ki benne, nem tudom, miközben Sault nem bántja, és odébb megy, és már egy bántást mond Abnernek, aminek a következménye lett Izrael ketté szakadása. Tehát benne van ebben a történetben az, hogy hogy küzd az ellenség az emberért, hogy ne legyen birodalma maga lelkén. És én úgy gondolom, hogy ezért ez a Zsoltár, 4. Zsoltár, ez Dávidnak egy csodálatos tanácsa. Azt mondja, hogy igen, én is ismerem azt az állapotot tapasztalatból, hogy fölindultam. Azt mondja, hogy igen, az embert fölbosszantja, fölingerdi valami. És legfőképpen az emberi természete hibás ebben. De van lehetősége bemenni az ágyas házába, vagy elvonulni a bárhová, beszélni a maga szívével, és lecsendesedni. És én nagyon hálás vagyok, hogy Dávidnak van egy olyan zsoltára, ami egy betekintést nyújt abba, hogy Dávid ezt hogyan örökítette meg, miképpen zajlott az ő életében az a folyamat, amikor ő lecsillapodott az ő ágyos házában, és beszélt az Istennel, és ennek nyomán le tudta győzni azokat, amire az ellenség rá akarta őt venni. Lapozzuk fel a 31. Zsoltárt most ezek után. Ebből a Zsoltárból is csak néhány igeverset szeretnék felolvasni, de ajánlom nektek otthoni elolvasásra ezt a Zsoltárt is, hogy kutassuk mi azt, hogy Dávid hogy örökíti meg azt, hogy ő a küzdő ember, akinek nem mindig volt birodalma a lelkén. Miért tudott mindig talpra állni? Miért úgy emlékezik meg őről a Szentírás, hogy ő az Isten szíve szerint való király? Nem azért, mert tökéletes, hanem azért, mert az isteni megoldást kereste és találta meg. A körülményekről szól a 12. verstől terjedő szakasz, tehát egy olyan körülmény között keletkezett a Zsoltár, amikor azt olvassuk, hogy temérdek volt az üldözője, csúfolták őt, a szomszédai, az ismerősei, sőt, elfutottak előle, és úgy érezte magát, mint egy halott, akinek már az emlékezetét is kitörli. Sőt, azt olvassuk, hogy rágalmazták őt, iszonyatosságot mondtak neki mindenfelől, és tanácskoztak ellene sokan, és azt tervezték, hogy elrabolják a lelkét. Tehát olyan élethelyzet, ami nem csak hogy fájdalmas, hanem nagyon felháborító lehetett Dávidnak, aki tudta, hogy ő az Izrael felkent királya. És közben ilyen sorsban volt, hogy rágalmak tömkelegében, üldözések sokasságában élt. És nézzük meg azt, hogy hogyan csillapodott ő az Úrban. Milyen bizonyságát adja ennek 15. verstől.
de én benned bízom, Uram. Azt mondom, te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van, szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. Világosíts meg olcsádat a te szolgádon, tarts meg engem jó voltodból. Uram, ne szégyenüljek meg, mivel hogy hívlak téged, a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba. A hazugajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevésséggel és megvetéssel. Mély bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Elrejted őket a te orcádnak rejtekében, az emberek zendülései elől, sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseim szavát, mikor kiáltottam hozzád. Szeressétek az Urat, mint ti ő kedveltjei. A híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen esedez cselekvőknek. Legyetek erősek, bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat. Szeretnék egy igeverset különösképpen kiemelni ebből, ami összehangzik az alapígeinkkel. 22. vers. Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Ki a kőfal? Ki erősíti meg a várost? Az Úr adja a hatalmát az erejét, hogy egy ember miközben gyűlölik, rágalmazzák, összefognak ellene. Az Istenre tudja bízni ezt az egészet. Milyen szép, amit mond, de én benned bízom, Uram. Te vagy az én Istenem. Az életem ideje kezedben van. Azok az emberek a kezedben vannak, akik így tesznek, akik kevélyek vagy vakmerőek. És mivel fejeződik be ez a Zsoltár? Szeressétek az Urat. Minti kedveltjei, a híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek, mindnyájan, kik félitek az Urat. Figyeljétek meg ezt az összhangot a 4. Zsoltárral. Beszéljetek a ti szívetekkel az ágyas házatokban. És ha beszéltek a ti szívetekkel, ha elcsendesedtek, ott megjelenik az Isten, és megmutatja magát. Megmutatja azt, hogy kicsoda ő, micsoda az ő hatalma. És miért kéne akkor nekem kezembe venni a dolgokat, és miért kéne nekem igazságot szolgáltatni, és nekem megoldani. És úgy gondolom, hogy majd én ezt a kérdést megoldom és helyrehozom. Én úgy gondolom, hogy csodálatos ez az igevers, amit Dávid megfogalmaz. És még egy Zsoltárt ajánlanék nektek. Ez szintén csak otthoni elolvasásra, ami ugyancsak a Dávid Zsoltára, és ezzel a témával foglalkozik, ez a 37. Zsoltár. A küzdő embernek a Zsoltára. Aki, mint láttuk, előfordult vele, hogy nem volt birodalma maga lelkén. És mindannyian tudjuk, mivel is kezdődik a 37. Zsoltár. Ne bosszankodjál az elvetemültekre. Ne irigykedjél a kevélyekre. Hanem ehelyett, tehát azt mondja, lehet birodalmad a maga lelkén, magad lelkén, nem kell ezt tenned, nem kell bosszankodnod. És ehelyett mit ír? 3. verstől, bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Hogyan küzdött Dávid? Hogyan tudott az Úrban lecsillapodni? Ezzel mutat nekünk példát.
Sokszor csodálkozunk, hogy a Biblia miért közli a nagy embereknek a bukásait, miért közli egy Nábál történetét, miért ír le, hogy Nábál házát ki akarta írtani Dávid. Bátorító nekünk, hogy ebből az állapotból Isten ki tudta emelni Dávidot, és ilyen zsoltárokat tudott megörökíteni, hogy nem volt értelme annak, hogy én ezt tettem. És ő maga elismerte, hogy az Úr szabadított meg attól, hogy haragomban ne vétkezzek. És milyen gyönyörű igeversek vannak ebben a 37. zsoltárban, és talán még egy néhányat olvassak. Hogy milyen csodálatos bátorítás, hogy ki az, aki erősített kőfallá, erődített várossá tudja tenni az embert, akinek van birodalma maga lelkén. Azt olvassuk a 23. és 24. versben. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Dávid is elesett. Sajnos mi is elesünk. De milyen bátorító, amit mond, egy istenfélő embernek nem kell elterülve maradnia. Mert azt mondja, hogy az Úr képes arra, hogy megszilárdítsa az igaz ember lépteit, és ha elesik is, fölemelje. Úgy, hogy beszél a saját lelkével az ágyos házában, lecsillapodik, vagy embereket használ föl, vagy igéket küld. De ő az, aki segítséget nyújt ebben a helyzetben. És még a 39. verset szeretném legvégül elolvasni. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az erősségük a háborúságok idején, a háborúság idején. A háborúság azt hiszem nem csak a külső háborúságra vonatkozik, amikor kívülről bántanak, hanem amikor belülről háborog a lelkünk. Mit mond Dávid tapasztalatból? Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az erősségük a háborúságok idején. Én szívemből kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen mindannyiunkat abban, hogy ő hozzá tudjunk fordulni. És ha fel is indulunk, ha bosszankodunk is, ha háborgunk is, segítsen meg bennünket abban, hogy fogjul tudjuk ejteni ezt az állapotot. Tudjunk bemenni az ágyas házunkba, vagy tudjunk elvonulni, vagy tudjunk bárhová menni, lecsillapodni, az Úrral beszélgetni, őrrel bízni, hogy ezután elvegye tőlünk ezeket az érzéseket. Megajándékozzon a békességével, ahogyan ezt megadta Dávidnak is. És úgy gondolom, ez azért nagyon fontos számunkra, hogy föl ne adjuk ezt a küzdelmet. Befejezésként egy pár gondolatot szeretnék Ellen White soraiból olvasni. Ha el is hagy néha a türelmed és higgadságod, ne add fel a küzdelmet. Határozd el ismételten erősen, hogy megőrzöd nyugalmadat minden támadással szemben, és állandóan isteni mesterre nézel. Ahogyan Dávid mondja a 37. zsoltárban, ahelyett, hogy bosszankodnál, hogy háborognál, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra a te útadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Én szívemből kívánom, hogy amikor elönt bennünket az érzelmek sokasága, elöntenek az indulataink, a haragunk, akkor ettől ne kétségbe essünk, hanem ez legyen a jele annak, hogy most menjünk az Úrhoz. Mert nem mi vagyunk magunkban erősített kőfalak, hanem az Úr az, aki nekünk megadja azt, hogy mi erősített várossá váljunk. Én szívemből kívánom, hogy ezekben az esetekben ne kétségbe essünk, hanem boruljunk le Krisztus elé. Ismerjük el neki a mi fogyatékosságainkat és a hibáinkat, és még ha legyőzés az ellenség bennünket, jusson eszünkbe. Dávidot magára hagyta az Úr. Talán mondanék még egy példát bátorításként. Emlékeztek, hogy Mózes haragjában leütött egy egyiptomi embert. Azután az Úr nevelte 40 éven keresztül, és azt olvassuk róla, hogy minden embernél szelidebb volt,
De egyszer kiment a sodrából, az egész nép előtt. Az Úr azt mondta neki, hogy ezért nem ment be az ígéret földjére, ami neki nagyon nagy fájdalom volt. De ez egy örökítéletet jelentett Mózes részére? Mit tudunk Mózesről? Megörökíti a Szentírás, hogy őt az Úr feltámasztotta, hogy fönn van a mennyben, az emberiség egyik képviselője. És ott volt, hogy Jézust bátorítsa, hogy hozza meg az ő áldozati halálát, érettünk, hogy nekünk lehessen szabadulásunk. Az Úr nem hagyja magára azt, aki elesik, hanem azt szeretné, hogy ne maradjon elterülve. Ne maradjon a kétségbeesésbe, a csüggedésbe, hanem meneküljön Krisztushoz, aki szabadító, aki azért jött el, hogy szabadulást mutasson. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten adja nekünk ezt a tapasztalatot, amit olvastunk. Az igazak segedelme az Úrtól van. Ő az erősségük a háborúságok idején. Amen.